Az esküvő szervezés olyan, mint egy felejthetetlen utazás, mely teli van izgalmakkal, élményekkel és megismételhetetlen pillanatokkal. Akkor tudjátok ezt az utazást igazán élvezni, hogyha van egy jó idegenvezetőtök, egy ceremóniamesteretek. Az utolsó esküvői megbeszélésen mindig azt kérem az ifjú pároktól, hogy az eddig felépített programpontokat, a nagynap rendezvénylapját felejtsék el, és az esküvőkön csak sodródjanak az eseményekkel. Az én feladatom az, hogy ezt a sodródást gondtalanul biztosítsam. A következő, Dani a bárkultnál iszik le, mondom, Dani, gyere, iszik. Mondom, hogy gyere már, körülbelül 25 nő vár. Meg is érkezett. Kedves vendégeink, az én pohár köszöntőm olyan lesz, mint egy jó miniszoknya, ami elég hosszú ahhoz, hogy takarja a lényeget, de elég rövid ahhoz, hogy fenntartsa a figyelmet. Emeljük poharainkat a magasba, és kocintsunk Erikre és Danira, akik a mai napon bebizonyították, hogy a házasság nem ment ki a divatból. Éljen az ifjú házaspár! Sziasztok, Pap Attila vagyok, esküvői videós. Azért szeretek a Nándival együtt dolgozni, mert mindig precíz, mindig pontos, nem kell mellette kapkodni, tudom, hogy mindenre lesz elég idő. Én nagyon szeretek vele dolgozni, szívből ajánlom nektek. A Nándi? Szerintem zseniális. Köszönöm szépen, hogy ez ilyen jó lehet. Én azt kívánom nektek, hogy merjetek nagyot álmodni, mint ahogy azt tettem a Edith és Dani, és tervezzétek meg az álomesküvőtöket, keressetek bizalommal!